Jó estét kívánok, köszöntöm az esti mérleg nézőit. Három település, hét helyszíne újul meg a Székesfehérvári Egyházmegyében 2020 nyarára. Ekkorra készül el ugyanis a Magyar Szent Család nyomában zarándokút. Erről lesz szó a következő percekben, tartsanak velünk! 2020 közepére készül el a Magyar Szent Család nyomában zarándokút három település hét helyszínén a Székesfehérvári Egyházmegyében. A fejlesztések 1,5 milliárd forintos uniós támogatásból valósulhatnak meg. Már tart az építkezés, egy új látogatóközpont és kiállítótér fogadja majd a Székesfehérvárra érkezőket. A püspöki palotában, hazánk legismertebb COP stílusú épületében egy látogatóútvonal és bemutatótér kialakítását tervezik. Az egykori ferences rendházban komplex turisztikai fejlesztés valósul meg, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház akadálymentesített lesz. Bodajkon a segítő Szűz Mária kegytemplomot interaktív eszközökkel szerelik fel, valamint zarándokházat alakítanak ki. Vértes Somlón a gyerekek nagy örömére Magyar Szent Család mesetér épül. A Magyar Szent Család tematikus zarándokút fejlesztésének összesen 7 eleme van. Ez tulajdonképpen 2 megyében és egy megyei jó városban, Székesfehérváron valósul meg. A másik megye pedig Komárom-Esztergom megye, ahol a Vértesomlóik egy helyen egy mesetér fejlesztése kerül bele ebbe a projektbe. Székesfehérváron kívül Bodajkon a Bodajki kegytemplom, illetve ezen kívül egy zarándokház, Szent Imre zarándokház építése szerepel a projektben. A székesfehérvári helyszínek közül a fő helyszíne ennek az Európai Unió által támogatott zarándoklat fejlesztésnek, az úgynevezett látogatóközpont, itt a püspöki palota kertjének a szomszédságában, a Lakatos utcában, mert talán a fehérváriak az építkezés nehézségei miatt biztosan ismernek. Ez egy rendkívül komplex és izgalmas épület lesz, amivel reményénk szerint nem csak a ide látogató zarándokok, hanem maga a város és a városi lakosság is gazdagodni fog. Ezen kívül a Székesfehér Egyházmegyei Múzeumot is magában foglaló egykori ferences rendházban lesznek különböző fejlesztések, akadálymentesítés, egy kávézó kialakítása, méltó fogadótér, illetve egy zarándokudvarnak a rendbetétele szerepel ebben a projektben, valamint szintén a székesfehérvári helyszín a püspöki palota, ahol most állunk, ennek a palotának a megtekintése, a turisztikai célú szolgáltatásának a fejlesztése szerepel a projektben, valamint a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban akadálymentesítés. Mi a projektnek a célja? A projekt célja valójában nagyon egyszerűen megfogalmazható, Magyar Szent Család tiszteletének az erősítése, hangsúlyozása mindannyiunk számára. Ezt egyébként talán mondhatom azt is, hogy magyar és külföldi keresztények és a vallás iránt érdeklődő, vagy a kultúra és a történelmi iránt érdeklődő jogokaratú emberek számára. Ha ennél egy kicsit bővebben szeretném megfogalmazni, akkor azokat a mondhatjuk úgy, hogy lelki tartalmakat, amik fölött, vagy amiknek a kezelése tulajdonképpen az egyházra van bízva, amelyek a családnak a megerősítését szolgálják, ezeket mi megpróbáljuk közérthető modern eszközökkel a hozzánk érkező látogatók számára bemutatni, és remélhetőleg olyan módon, hogy ez majd a követésre késztesse őket. Én azt a bemutatóból észre lehetett venni, hogy a Székesfehérvári Egyházmegye rendkívül nyitott a legmodernebb megoldásokra. Ennek mi az oka? Az, hogy az az üzenet, amelyet nekünk tovább kell adnunk, ez az evangélium örömhíre, ez mindig az adott kor nyelvén kell, hogy megszólaljon. Gyakorlatilag az egyház 2000 éve ezzel foglalkozik, hogy sosem a trendek után menve, sosem divat szerint, hanem mindig megtalálva azt az utat, ahogyan az adott korban, az adott kor emberéhez lehet szólni, így közvetítse az üzenetet. Mi is elkezdtünk jó néhány éve olyan digitális fejlesztéseket, amelyek úgy tűnik, hogy az azóta eltelt idő bizonyította, hogy valóban ebbe az irányba indul a világ, és ezeket a fejlesztéseket, amelyek egyébként turisztikai célú fejlesztések, fogjuk folytatni ebben a projektben is. Mik a tapasztalatok egyébként? Mennyire nyitottak ilyen téren az emberek? Mennyivel szívesebben mennek be például az Egyházmegyei Múzeumba, hogyha ilyen eszközök állnak rendelkezésükre? A mindennapjaink részét képezi a mobiltelefon és a tabletek, ezért
ezeknek a használata egy múzeum környezetben az teljesen természetes az emberek számára. Rengeteg képet lehet látni a interneten, hogy osztályok ülnek egy múzeumi környezetben, és mindenki a mobiltelefonját nézegeti, biztos nem múzeumi tartalmakat. Mi viszont ezt megfordítjuk, mindenki vegye elő a mobiltelefonját, és azon keresztül tudjuk őket tájékoztatni, tudunk adatokat, információkat, érdekességeket mutatni arról a műtárról, ami előtt éppen ott áll. Végezetül még egy kérdés, mikor vehetik igénybe, mikor léphetnek rá tulajdonképpen erre a zarándokútra azok, akik mindenképpen szeretnének találkozni a Szent Családdal? Igen, ha rajtam múlnak, akkor már holnap, de hát ezeket az épületeket meg kell építeni. Mindegyik, gyakorlatilag mindegyik projektelem vagy már épül, vagy a közbeszerzés alatt vannak a munkálatok, és jövő ilyenkor, tehát jövő nyár közepén, június végén már szeretnénk átadni ezeket a beruházásokat. 2011-ben a passzaui kolostorból szállították Székesfehérvárra Boldog Gizella rekjéjét. Történelmi pillanat volt, hiszen abban a városban, ahol sok időt tölthetett együtt a Magyar Szent Család, erekjeiben újra találkozhattak. Ezeket megtekinthetik majd azok is, akik elindulnak az zarándok úton. Az első és a legfontosabb annak a fölismerése volt, hogy Székesfehérvár az a város, amelyet joggal nevezhetünk az első Magyar Szent Család városának. Nagyon fontos volt az a passzaui kapcsolat, amely Sámlik püspök úron keresztül épült és bontakozott ki. Ő benne egy igazi atyai barátra leltem, aki látogatásai során, vagy amikor engem fogadott az ő otthonába és az egyházmegyéjébe, egy olyan embert eltalálkoztam, egy olyan embert mutatott én nekem, aki ugyanúgy gondolkodott ezekre a dolgokról, mint ahogy én magam is gondolkoztam. Ez egy egész nagy élmény volt, és egy különleges élmény volt, hiszen máshonnan jöttünk, más nyelvet beszéltünk, más szempontokból nézzük a történelmet. Ő lényegesen idősebb volt, mint én, de valahogy nagyon könnyen egy húron tudtunk pendülni, egy hullám hosszat találtunk meg. Amikor az erekjéket ki tudtuk cserélni, ő hozott Gizella erekjét, én pedig vittem Szent István erekjét, hogy Passzóban is ott legyen a Szent Házas pár, és itt pedig legyen a Szent Család együtt, akkor nagy ünneppel, nagy szeretettel tudtuk ezt a gondolatkört kibontani és elindítani. Azóta minden esztendőben, november 13-ához közeleső szombaton megtartjuk a Szent Család ünnepét. Ez nem a názáreti Szent Család, az első Magyar Szent Családnak az ünnepe, akiktől sokat tanulhatunk. Úgy gondolom, hogy ezt itt Fehérváron lehet legautentikusabban, leghitelesebben megtenni. Biztos vagyok benne, hogy a királyvárosa Esztergom, a királyné városa Veszprém, de Székesfehérvár Szent Családnak a városa volt, ahol békében, szeretetben tudtak találkozni, tudtak együtt lenni, és itt ezt a várost szerették, hiszen ezért építette itt Szent István a koronázó templomot, temetkezett ide, és a fiát is itt temette el. Amikor ez úgy összeállt, akkor szerettük volna ezt egy modern formában, nem csak egy évben egyszer, meg nem néhány szentbeszédben, templomi igehirdetésben hát elmondani a híveknek, hanem minél több emberrel megismertetni, és erre jött segítségünkre a kormány támogatása, illetve az uniónak ez a projektje, és ebből nyert támogatási összeggel alakult ki bennünk ez a több helyszínes és több várost érintő, több települést érintő projekt, amelyről én nagyon remélem, hogy részben az ide látogatók lelki gazdagodását fogja szolgálni, egy kulturális élményt fog tudni nyújtani, megerősödnek az emberek hitükben, keresztény kultúrájukban, és örömmel fognak jönni Székesfehérvárra, vissza fognak jönni, talán másoknak is mondják, hogy jöjjenek el, és így Fehérvár is az első Magyar Szent Család városa is tud erősödni emiatt a projekt miatt. És az ide látogató családok is érezhetik majd azt, amit annak idején a Szent Család érezhetett? Nagyon szeretnénk, hogy érezhessék, ezért fontos, hogy amikor ezek a projektek elkezdenek működni, amikor elkészültek, és át tudjuk adni a rendeltetésüknek, akkor olyan emberekkel tudjanak találkozni az ide látogatók, akik hitelesek, akik okosak, értelmesek, akik tudják azt, amit át akarnak adni, és azt valóban tudják meggyőző erővel, belső meggyőződésből forrásozóan átadni. Én gondolom, hogy az ember mindig ugyanaz.
az embernek ugyanúgy szüksége van a megértésre, a szeretetre, az elfogadásra, annak, hogy valakinek magamat odaadjam, hogy valakit elfogadjak, mindig is ez így volt. Ezt élte meg az első magyar szent család, és hogyha erről tudunk beszélni, ezt tudjuk megmutatni, hogy milyen szép egy ilyen élet, akkor azt talán az emberek megértik, és a családok fognak erősödni. Mely értékekkel, mely üzenetekkel találkozhatnak majd azok, akik végigjárják tulajdonképpen ezt az arándokot? Hát elsősorban nyilván az, amit itt szeretnénk leginkább hangsúlyozni, az a keresztény magyar családnak az értéke. Az az érték, amely a magyar jelen és a magyar jövőt jelenti, amely nélkül nem lehet beszélni igazából sem nemzetről, sem jövőről, mert minden értelmetlenné válik. Ide tartozó érték a kereszténység, az, ami 2000 éve meghatározza az emberiség nagy részének a fejlődését, szellemi gondolkodását, lelki életét, az egész kultúrájának a formálódását. Ide tartozik az a keresztény hitrendszer, amely erőt ad a nehézségek elviselésére, a nehéz helyzetekben reményt tud nyújtani, amely a világtól lenyomott embert képes fölemelni, tud lelkesíteni, tud erőt adni, és mindenféleképpen a magyar kultúrának, a hitre épülő, hiteles magyar ezer éves kultúrának az ápolását és értékeit is szeretnénk bemutatni. Az első magyar király István és fia székesfehérvári sírja körül számos csoda történt. A királyi bazilika 5 évszázadon keresztül magyar és nemzetközi zarándoklatok állomáshelye volt. Ez a virágzó egyházi központ a török hódoltság után szinte a földdel vált egyenlővé. A projekt nem titkolt célja, hogy Székesfehérváron, Bodajkon és Vértessomlón a középkori eredetű zarándoklatok a családok búcsújárásaként éledjenek újjá. Rengeteg lehetőséget és értéket hordoz magába. Nyilván egy 1,5 milliárd forintos beruházás önmagában is mutatja, hogy nagyon jelentős fejlesztésről van szó, de szerintem nagyon szép összefogás különböző szervezetek, intézmények, szakembereket tömörítő közösségek részéről, települések részéről, hiszen 3 települést is érint. Értékekről szól, hiszen a zarándokutak, a magyar zarándokutak bölcsőjébe helyezel egy ilyen fejlesztés, ez Székesfehérvár. Szól a Szent Családról, a család mint érték üzenetéről, és egy turisztikai beruházásról is van szó, hiszen egy ginopos, tehát gazdaságfejlesztési beruházás, hogy el is hangzott, munkahelyet hoz létre, a turistaszám növelését tűzi ki célul, szeretnénk elérni azt, szeretné a fejlesztő elérni azt, az egyház majd ezért lépett bele ebbe a pályázatba és projektbe, hogy nőjön a turistaszám. A turistaszám úgy is nőjön, hogy ne csak pár órát tartózkodjanak itt, hanem ahhoz a városi törekvéshez kapcsolódóan érjük el azt, hogy több napot töltsenek el Székesfehérváron, illetve Fehér megyében, illetve a Székesfehérvári Egyház megyébe. Tehát nagyon komplex pályázatról van szó, és nagyon komplex a cél is, amit ennek a pályázatnak a keretében az egyház megye célul tűzött ki. És ugye Szent István városában ez helytálló, helyén való. Valóban így van, ez azt gondolom, hogy a legfontosabb érték, hogy a Szent Család Szent István városában jelenik meg, ott, ahol megjelent értékként annak idején, és ez az érték szerencsére a jelenben is hat, így 1000 év után is hat, és biztos vagyok benne, hogy fontos alapja annak, hogy ennek az egyházmegyének és ennek a városnak a következő évtizedeiről, magyarul jövőjéről tudjunk beszélni. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!